Speciális osztályfőnöki órát tartottak a pedagógusok és a kézenfogva alapítvány munkatársai a Kelenvölgyi Általános Iskolában. A foglalkozás különlegessége egyebek között abban állt, hogy az iskola udvar közepén egy hatalmas kamion belsejében a fogyatékkal élő gyermekek mindennapjaival ismerkedhettek meg az intézmény tanulói. Az úgynevezett kalóz kamion azt mutatta be, milyen kis kalóz lenne egy olyan tanulóból vagy kisgyermekből, akinek egy cápa leharapta a fél lábát, ágyudörgés miatt már nem hal, vagy egy közelharc következtében elvesztette a szeme világát. A kamiontól pár méterre egy akadálypályát is kialakítottak, amelyen a kelenvölgyi sulisok kerekes székkel hajthattak át. A Kelenvölgyi Általános Iskola egyik pedagógusa kezdeményezte a különleges osztályfőnöki órát. Személyes tapasztalatom volt még főiskolás koromban, amikor fogyatékos embereket, gyerekeket táboroztattam. Hatalmas szeretetet kaptam tőlük, ami aztán egy annyi energiát adott, hogy gondoltam, hogy muszáj ezzel foglalkozni, mert ez a társadalomban még nem teljesen elfogadott az ő beintegrálásuk, és ezt szeretnénk valahogy így életté váltani. Az iskola 12 pedagógusa vett részt a tanárok számára szervezett érzékenyítő akkreditációs képzésen, amely a gyerekek felkészítését segíti, és azt, hogy ők is lássák, a fogyatékkal élők olyanok, mint mások, csak segítségre szorulnak. A Nemzeti Alaptanterv felelősségvállalás másokért önkéntesség nevelési elvében megfogalmazottak szerint az oktatási intézmények feladatkörébe tartozik a gyermekek elfogadó és segítő magatartásának fejlesztése a hátrányos helyzetű, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránt. Én, mint intézményvezető, nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, és rögtön a tanév elején beépítettük az éves munkatervünknek a nevelési célrendszerébe az érzékenyítő programokat. Egy kezdetben ugye a saját pedagógiai módszereinkkel próbáltuk megvalósítani, illetve a terveket elkészíteni ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt beilleszteni a tanév rendjébe, de nagy örömünkre támogatta a kezdeményezésünket a Kézenfogva Alapítvány, a Nem Adom Fel Alapítvány, Új-Buda önkormányzata és szakmai támogatónként, ugye a Dél-Budai Tankerület is. Ma minden 100 emberből 20 él fogyatékkal, közülük azonban mindössze 8 mer kilépni a világba. Többségük otthonukban éli mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a tanárokat több lépésben készítsék fel az olyan órák megtartására, amelyek közelebb hozzák őket, megismertetik egymással a tanulókat, a fogyatékos emberekkel és a világukkal. A legfontosabb cél az lenne, hogy minél több érintett ember jelenne meg mindenféle területen, az óvodáktól, a bölcsődéktől kezdve, iskolákon át, a munkahelyekig bezárólag. Tehát ugye ezért dolgozunk, hogy ez természetes legyen, hogy mindenki, aki szülő, vagy aki gyereke van, vagy egyedül él, mindenki találkozhasson a fogyatékossággal élő emberekkel. A fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjai, ezért meg kell adni az esélyt, hogy megmutathassák magukat, értékeiket, beilleszkedhessenek, és egyenlő bánásmódban részesüljenek. Az érzékenyítő programok Új-Budán már régóta sikerrel működnek. Talán a leginkább abban különbözünk más kerületektől, más önkormányzatoktól, hogy mi egy olyan komplex programot gondoltunk ki 4 évvel ezelőtt és indítottunk el, amelyek egymásra épülnek. Hiszen nagyon fontos az, hogy már óvodáskorban is találkozzanak a gyermekek ezzel a kérdéssel, utána iskoláskorban is találkozzanak ezzel a kérdéssel. Idáig egy ilyen programunk volt a általános iskolákban, a december 3-ához köthető Fogyatékosság Világnapja alkalmából egy egésznapos rendezvénysorozat. Ugyanakkor most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bevihetjük ezeket a programokat az iskolába, és itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy ezek nem csak a gyermekek találkoznak, hanem egy akkreditált pedagógus továbbképzés keretében is a pedagógusokkal is foglalkozunk, illetve különböző szülői fórumokat tartunk, hiszen nagyon fontos az, hogy mind a szülők, mind a pedagógusok legalább olyan befogadóak legyenek, mint a gyermekek. A szemléletformáló programokkal, az egyetemeken előadásokkal, a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a munkaadók és a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtéssel, valamint a programok kommunikációjával is sikerülhet rugalmasabb világképet kialakítani a fogyatékkal élőkről. És megvan a 8-as szám!